fogunk tudni hozzányúlni ebbe a projekt keretében, szerintem akkor készen összak azt fogják látni, hogy kívül gyönyörű kabát van ezen a házon, és belül nincsen kifestve. És nincsen rendben, akkor az a következő projektnek a velejárója lesz. Kérdezhetik, hogy akkor hogy lehet, hogy az önkormányzatnál hozzá tudtunk nyúlni. Nagyon egyszerű oknál fogva, ha hozzányúlnak egy középnézményhez, akkor Magyarországon azért elvárás és kötelezettség, ugye nézek rád Józsi, hogy abban a pillanatban WC-t kell beleépíteni, illetve mozgáskorlátozott WC-t kell beleépíteni, illetve mozgáskorlátozott följárót kell rá építeni. Ezen címszóval tudtuk mi szétverni és újra rajzolni az önkormányzatnak a belső területét. Erre a projektre is ugyanaz vonatkozik, mint az összes többire. Jelentősen kellett hozzárakni az áremelkedések miatt. A Móra Ferenc utca egy szám alá költöztünk át, ott találnak meg bennünket. Én, amikor elbocogok a faluba, akkor vagy valamelyik építkezésen vagyok, vagy itt vagyok a piactérnek az egyik szobájában, de elvileg Erika az mindig tudni fogja, hogy én merre vagyok, keressék nagyon nagy szeretettel, és a telefonom bármikor ott van hátul, ő mindig ott van, mindig bent van az önkormányzatnál, és mindig meg fogja tudni mondani, hogy én éppen merre járok, hisz mindig elmondom neki. Iskola, vizes blokk, újabb WC probléma, csak jelen az a WC, a WC nélküli helyek hazája. Sikerült egy olyan közös projektet kialakítani a tankerülettel, amelyben az épülő tornatermünkre való hivatkozással egy új WC blokkot alakítunk ki. A WC-nk az itt van, én bementem valamelyik nap, örüljenek nem annak, hogy csak a fénykép, csak szín tud visszaadni, de illatot nem. Pisti azt mondta, amikor én beszélgettem vele, hogy Sanyi, ennek a tégláját is ki kell dobni, vagy el kell ásni, mert a 60-as évek óta szedi magába az ammóniát. Így néz ki, és mérhetetlenül büdös a fiú WC. Higgyék el nekem. Egyetlen egy rossz konvektor van benne, tehát ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint az önkormányzatnál, hogy aki kimegy, az nagy valóséggel hidegbe megy ki. A fiú gyorsan érzi, a lányoknak egy kicsit problémásabb, és Csengelén azt hiszem, hogy ha büszkék vagyunk arra, hogy csengelejek vagyunk, és 21. századi emberek vagyunk, akkor ettől már egy kicsit el kell valamilyen úton mozdulnunk. A WC előreláthatóan így néz ki, a tankerület mellénk állt, bruttó 16 millió forintot biztosít Csengele számára, egyetlen egy kikötése volt az, az egyik az, hogy a WC tulajdonjában az ő rájuk száll, ez Csengele község önkormányzata biztosította, tehát innentől fogva olyan 95%-os tulajdonosai vagyunk az iskolának, az övék a WC. Viszont ez a későbbiek során így fog kinézni, ennek is készen kellene lennie, december itt is látszik, készen kellene lennie, december 31-ére. Nagyon bízom benne, hogy megvalósítható lesz, az idő eléggé rövidnek tűnik. Ez a 16 millió forint, ez úgy mindenki elmegy mellettem, ez a WC, amikor elkezdtük tervezni, annyit kért tőlem a tankerület, hogy polgármester úr, nem kérünk semmi többet, csak annyit, hogy vigye végig. Hát nagyon jó, tehát 22 projektünk Csengelén, nagyon jó, hogy még ezt is megkapjuk, ám legyen. Ez azt jelentette, hogy megterveztette Csengele község önkormányzata, ezt kifizette képviselőtestületünknek az engedélyével, Csengele község önkormányzata kifizette a terveket, majd utána átadtuk ingyen és bérbe a tankerületnek, majd kaptunk egy árajánlatot 27 millió forintra erre a WC-re. Az igazgató asszony, amit mondott, polgármester úr, akkor szóljon, amikor 16-ot elérték. Már két hétig szedtük szét a WC-t, amire ilyennél tudtuk alakítani, hogy még lehessen vele fölépíteni valamit. Eredetileg nem így nézett ki, egy sokkal csinosabb szebb WC lett volna. Még mielőtt valaki azt mondja megint, hogy miért így néz ki, azért így néz ki, mert ilyen WC-t lehet 16 millió forintból építeni. 27-ből szedtük volna, csak annyi pénze nincs a tankerületnek ebben a pillanatban. A tornaterem. Az új tornateremnek a közbeszerzése újra elindult, az első közbeszerzés az megbukott, nem mi miattunk, a magyar kormány hirdette meg, jelenleg is érvényes kormányrendelet van rá, úgy tudom, Tibi, ha jól tudom, akkor most is újra aláírták az együttműködési megállapodást velünk, újra meghirdették ezt a tornaterem építési pályázatot, hiszik azt, hogy a második körön ebben nem lesz probléma, legjobb esetben is decemberben lesz eredményhirdetés. Ha minden jó vagy, akkor januárban építés, és akkor valamikor majd a következő évig
közösen, mert most még egyelőre ott tartunk, hogy a tojásszalagát, bocsánat, a tyúk szalagál az úton, és bízunk, hogy egy emiké elsendésért megírja a tojás folyja, mi majd a tornatermünk megszületik. Következő diánk a piac. Új nap délad fel a piacunkra, nem ok nélküli a fénykép. Megkérdezték tőlem néhányan, hogy miért volt szükség a piacra, ezért lágyosos, kis teherautó, busz, autó, ők itt szokott a halas állni. Gondolják még, itt egy kisgyerek batyog a lángosával foglalkozva, batyog végig az úton, a buszos a tükreivel foglalkozik, vagy egy csókás az olyan valamelyik kamionosa, és csak a csontoknak a ropogása hallatszik, ahogy a kisgyerek elébe lépett. Ez egy ilyen dolog, higgyék el. Adjunk hálát az Istennek, a rendőrök mindig azt mondták, hogy adjunk hálát az Istennek, ők már nagyon régóta ki akarták letenni a megállni tilos tárdát az iskola elé, most már ki fogják tenni, addig nem engedtem, ennek az egyik élharcosa, ott ül a polgármester úr, aki küzdött mindig ezért, hogy egyszerűen már tegyünk rendet, és tudom, hogy ez az, hogy nem fognak sokan szeretni, de azért, hogy a gyerekeket védjük, azért néha ilyen döntéseket is hozni kell, és ki kell állni mellette. Ide tőled függetlenül a rendőrök azt mondták, hogy végig megállni tilos táblákat kell kirakni, hiszen a túloldalon most már ott van a parkolóhely. Ezért kellett a piacot elvinni, a másik az, hogy a piac nem volt engedélyezett. Elkészült a piactér, a másik oldalra mi is nagyon szigorú szabályok vannak a piactérrel kapcsolatosan, működésével kapcsolatosan. A másik oldalra kérnék önöket, kirakjuk a megállni tilos táblákat, nagyon oda fogunk rá figyelni, ezeknek az embereknek még keserítsük meg az életét. Álljunk meg ott, ahol a parkolási lehetőség megvan, úgy alakítottuk ki, hogy oda lehessen menni, mind a két oldalról könnyen meg lehessen közelíteni. Szerintem ilyen parkolási probléma nem lehet nyugodtan, de álljunk át. A piactérnek egy furcsa dolog történt, nem rossz szándékból és nem pénzspórolás miatt nem jó készült el a teteje, ez miatt vissza kellett mondani, teljesen leszették róla a tetőt, szétszették a szerkezetet, újra ácsolták, újra szegelték és újra összerakták. Most már biztos, hogy jó lesz. Ha így maradt volna, körülbelül egy 5-7 év múlva jelentkeztek volna a problémát, nem tudott kiszellőzni a cserék alatt a levegőt, vagy nem tudott a pára kimenni, ez miatt kellett lebontani. Történt egy nagyon kedves dolog, amikor ez a bontás történt, ketten jöttek be hozzám. Higgyék el, hogy amikor bontják a tetőt az új építésünknek, a polgármester nagyon büszke. Tehát amúgy is majd esélyedne a szégyöntő a falusiak előtt. Megjöttek hozzá kettem, hogy ha már úgy is bontjuk, akkor bontott anyagban nem vehetnék meg a cseretet. A csengerei talpra esettségnek nincsen pár. Mondott, tehát a folyamatok a anyagot is. Majd veszünk másikat, ha már úgy is bontott. Itt kell megköszönnöm, hogy nézzék el nekünk, de azért néha szégyenkezünk is. Falunapokra sikerült a vállalkozónak ezt a tetőt lebontania, és így köszönjük meg Csokás Szolinak. Most utólag már nem lehet mondani, hogy a hűtőkamion nem véletlenül állt a piactér mellett, hogy azért már a félvilág legalább ne lássa már, hogy bontják a tetőt, amikor már egyszer fölrakták rá, hogy köszönjük szépen Zoli, hogy ott parkoltatod a kamionodat. A csengelejjel tudták, a többiek meg rácsodálkoztak mindig, hogy ott van a kamionnak a pótja, és Isten igazán nem tudták, hogy így lát a szódáig az egész kamion ott áll mellette. És akkor anomáliák. Tudják önök, nem hátrisság, szennyvíz tározó körül, hogy egész jó kis forgalom alakult ki. Emberünk kitöttük a behajtani tilos táblát, nem okoz probléma a csengelén, hopp, itt be lehet újni, meg lehet, körbe lehet menni a szennyvíz tározó, és ide be lehet állni. Addig nincs is baj, ameddig talán biciklivel járnak be. A baj ott kezdődik, amikor én délbe ide kiálltam, és már a negyedik autó jött be itt hátulról, és amikor már a platós teherautók is elkezdtek bejönni, és amikor fordultak meg, akkor szépen betolattak ide a parkba, a fák alá, majd szépen elmentek itt a piacon köröztük. Látják, milyen szép csapás alakult ki, ekkor kerültek ki ide ezekre a helyekre, amit látják, és a behajtani tilos táblák, illetve ekkor kezdtem megkérni mindenkit, hogy aki ide bejön, az idáig jöjjön be. Nagyon egyszerű oknál fogva, ezt amikor fölvágják, itt kimegy a fű, föl fogják várni, esik az eső, fölvidesedik, és amikor önök mennek a piacra, akkor meg bokáig fognak a sárba járni, és jönnek hozzá, hogy ezt rakjuk rendbe, mert ez mégis tarthatatlan, hogy a piac téren beleszalad a bokába, vízbe.
Ilyen egyszerű. Pedig semmi más nem történik, csak az utakat kell használni, és nem a parkot kell útnak használni. Amennyiben van rá lehetőség. Itt majd beszélni fogok róla, a legnagyobb összeütközésünk az a húsossalból. Nem igazán akartam megérteni, hogy ő neki, amikor húshoz, akkor miért a túloldalra kell mennie, és miért nem lehet itt átbújnia. De most már úgy nézem, hogy javult a helyzet. Tehát amennyire kérem önöket, a parkjainkat, az tényleg nem útnak használjuk, hanem parknak használjuk. Szép zöld, nagyon és nagyon összetaposva autóval, hisz van mindenféle aszfaltot. A másik, ami egy picit fölmérgeltem magam, ez megint a gyerek kérdés, mert úgy hiszem, hogy fölnőtt ilyet nem csinál, egy hete volt lefestve a piaszterő, minden ablakba fölült valaki, és így fölrogta a lábát. Egy hétre. És kérdezem önöktől, amikor kimentem, és a bolt előtt azt mondtam a gyerekeknek, mert akkor még jó össze volt a kúpóba, hogy gyerekek, kinek nyílik disznó orra a gyerek szobája? Kinek nem tanították meg, hogy az ablakba nem ülünk föl? Meg gondolom, fölnőtt nem ült föl. De nézzék meg, egy héttel a festés után így néz ki. Na most Renáta doktornőnek jött egy jó gondolata, virágokat hozott otthonról, meg az én mérges szavam hatására, most már nem ülnek föl benne. Szép jó estét kívánok, Renáta, Isten hozott nálunk. Ezt a diát elmondom, és utána engednének ide előre egy picit pár szóra. És hál' Istennek erről leszoktam. A másik, ami probléma volt, az, hogy motorokkal bejártak a tető alatt, amikor még nem voltak benne az asztalok, és itt van a motornak a nyoma. Na most képzeljék el, egyszer már levettük a tetőt róla, most nagy nehezen fölépítettük, lefestettük, erre, ahogy a csöngőlények birtokba vették, önök még nem egy szár réfát sem vettek meg rajta, de már ott tartunk, hogy lehet, hogy újra fölépíteni, mert hogy fiatalságunk neki lehet ennek a dologra. Igen. Húzatosság. Csak egy, sokan mondják nekem, hogy ez nagyon nagy probléma van a piac térrel, mert húzatos. Minden piac a környékünkön ilyennek van megépítve, minden oldalán nyitva van. Kisteleken azért van zárva, mert 7000 lakosú település és több pénzt adtak neki. Én is tudom, hogy sokkal jobb volna üveghallal bezárva, csak nem tudom bezárni, mert nem kaptunk rá annyi pénzt. Annyira kérem őket, hogy legyenek türelemmel, és fogadjuk el most, hogy ez a piac így épült meg, és örüljünk annak, hogy nem a tető alatt, tehát nem itt fedetlenül, itt a betonasztalnál kell árusítanunk ki. Majd a későbbiek során erre vissza fogok térni. Így van, tehát még nincsen elszámolva, még mindig változások vannak, még mindig szakhatóságok járnak ide. Azért törögtünk ennyire vele, mert a szakhatóság engedélyt megkaptuk a piactérre, a működési engedélyt, de például még a mozgáskorlátozotti változtatások, azok most vannak még jelenleg is végrehajtás alatt. Okkal nincsen helypénz, de lesz, köl, azért, mert a projektben benne volt, hogy helypénzt szednünk köl, mert csak így adtak rá pénzt. Egy nagyon kicsi pénzösszeget fogunk a csengelejektől kérni, viszont a kint lévőktől attól normál piaci pénzeket fogunk kérni. Jelenleg nem kérünk segítősi helypénzt, azt várjuk, hogy átszokjanak a csengelejek, megfelelő forgalma legyen mindenkinek, és amikor megfelelő forgalma és bevétele van, csak akkor szeretnénk majd helypénzzel sújtani az ott, szép szóval sújtani az ott lévőket, azért cserébe, hogy ezt a piacot működtetjük. És akkor Ági, hadd kérjelek már meg, légy szíves, a Lada BMW-nél állnál fönt, és menj már el, légy szíves, mert megérkezett Szatmár Imre Dandár tábornok úr közé. Imre, tedd meg, légy szíves, hogy ide előre jössz egy picit, és elmondod, hogy miért is vagy ma itt, és mi történt, és egyébként, hogyha a bőrkövőről két szót mond, azt nagyon szépen megköszönjük, mert akik itt ülnek, ezek mind éhesen jöttek, és az én okosságomat hallgatják, hogy nagyon okosak voltak, akkor beléjöttetek a maga kívülre. Átadnám a szót. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Tényleg örülök annak, hogy itt lehetek a csengelén. Hát a kezdem akkor a végén, a bőrkör finom, mert ajánlom én, kicsit lassan készítem, mert nem tudták, hogy hány éves az alapanyag, de aztán sikerült megfőzni. Hát amiért itt vagyok a mai napon, az az, hogy egy tűzoltó gépen fecskendő került átadásra az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Ha megyen pedig, akkor személyes dologgal kezdem. 2011. december 15-én kerültem ide a megyébe, helyeztek át a szolgálat érdekében megyéigazgatónak. Én Bács-Kiskun megyében 3 év voltam megyéigazgató. Hát nem örömmel jöttem.
északi része, igazából a Kistereg és környéke, másik pedig Móralom és környéke, ahol nagyon lassan jönnek ki a tűzoltók, hogy nagyon nagyobb a borulási távolság. És akkor én azt gondoltam, hogy ez jó lenne, hogy a 12-3 perc környékére levédik, hogy a legtávolabbi pont és legalább 12 perccel kérjen egy tűzoltóegység. Na most ott tartunk, ebben Csengedinek is ez a szerepe van, hogy idén a statisztika alapján 10 perc, 31 másodperc volt az a tanyavilágban az a hely, ahol legkésőbb értünk ki. Mindenhol 5-6-8 perc alatt kint vannak a tűzoltóegységeink, ahhoz viszont, hogy ezt meg lehessen csinálni, el kell jól helyezni a tűzoltóegységeket, mindenhol a hivatás egységet nem lehetett rakni, így Kismerete körül hivatásos egység, Rúzsán is lett egy hivatásos egység telepítve, hogy ott Móralom térséggel legyen fenne, és a tűzoltó egyesületeket kellett valahogy fölfejleszteni. És nekünk 5 hivatásos tűzoltó parancsnokságunk van, a szegedi tűzoltó parancsnoksághoz tartozik 2 ős, az egyik volt Kisterekem, a másik Rúzsán, tehát ők kiérjeztük őket, hogy közelebb legyenek akkor mondhatnám a tűzhöz. Aztán az egyesületek, így most vagyunk összesen több mint 500 hivatásos tűzoltók, de előfordultak olyan pillanatok, amikor annyi riasztásunk van, hogy a hivatásos tűzoltók mindenhol nem tudnak kiérkezni. Tehát ilyen nem lehet. Akkor mit csináljunk? Kérdés, próbáljunk önkormányzatokkal megállapodni, és olyan tűzoltó egyesületeket és mentőszervezeteket csinálni. A mentőszervezet annyira különbözik egy tűzoltóságtól, hogy más speciális képessége is van. Például buvárok, vagy kutyásmentők, vagy alpin technikával rendelkező kollégák. És akkor akkor erről a térségről beszélek, az egész megyéről ne beszélek az el. De az nagyon-nagyon jó, hogy volt, amikor ide kerültem, 13 olyan tűzoltó egyesület, aki tényleg vonult, tehát ment tűzhöz, és most 29 van. Tűzoltó kocsival mindennel rendelkeznek, és azt hiszem, hogy ez a tűzoltó okból is hiába 20 éves, az egy parkoló kis technika, van benne 106 000 kilométer, tehát ez egy viszonylag megkínált technikai eszköz. Nyilván azt jelenti, hogy a hivatásosoktól, hogy kikerül egy eszköz, az kerülhet tovább egy önkéntes tűzoltósághoz. Ez történt most is. Így került akkor, hogy a térségben maradjak, Kisteleken fölállt egy önkéntes tűzoltó egyesület, és az Őrs mellett. A város nem adta mindig védelem, amikor a hivatásra mondjuk kimenek az autópályának valahova. Ott egy DAF járta, és pont Gómezővásárról érkezett. Hogyha a korábbi rendőrkapitányt akarnám idézni Kisteleken, nem tudom, hogy ki ismeri őt, ő azt mondta, hogy minden jó dolog Hómezővásárhelyről érkezik, mert ő is Hómezővásárhelyről áthelyezve Kistelekre. Most már vissza is ment Hómezővásárhelyre. Az igaz. Nos, került egy kocsi a Kistelekre, aztán sikerült a balástéri önkénteseknek adni egy nagyon jó minőségű stejjel. Aztán az ő általuk használt Magnusz jármű került így Paksra, és most életcsengelére került ez a Mercedes, és akkor arról is beszélünk, hogy Balázskán van egy önkéntes mentőegyesület, ahol egy liasz típusú vízszájtó gépjármű lett átadva, és ezt szerencsére egy magánszemély, a Szemerédi László, hogy mondjam kell neki, aki nagyon komoly összeget állott arra, hogy felújított, és mai nap is vonult egyet ezzel a járművel, tehát a vízszájtót is tudunk küldeni önkéntes segítségül, hogyha ez szükséges. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ez a csapat, ez megérdemli ezt a járni. Ez egy azért is fontos, hogy itt tudjuk tartani a térségben, mert azt kell tudni, hogy ma már úgy épül fel a katasztrófa idején, hogy vannak olyan gépjárművek, amik szolgálatban vannak, és van egy bizonyos tartalék. Már mindig 50 százalék tartalékkal beszélünk, emberbe és technikában. És a tartalék, ez országos tartalék. Tehát innen el is kell vihetnék, ha nagyon akarják, és akár kerüljön, hogy nagyon is elhez a járni. De egyelőre minden jármű itt van maradni ebben a megyében. Én azt gondolom, hogy ez a jármű minden alkalmas lesz a térség, azért is hoztuk ide, hiszen terepjáró képessége van, nagy a tanyavilág. Ugyan hirtelen azt mondanám, hogy 2 köbméter víz van benne, nem olyan soknak tűnik, de elég az az elsődleges beavatkozás megtételért, és utána úgy is jönnek vízszállító, hivatásos egység, tehát az elsődleges beavatkozások a legfontosabbak. Egy dolog viszont nagyon fontos, hogy erre föl kell készülni. Most nem arra, hogy tüzet kell ott, hanem magának a technikát is meg kell tanulni. Nekem van egy barátom, aki nagyon jó együtt dolgozni. Lucia, ő Temesterének a tűzoltó parancsnoka, és azt mondta, hogy nagyon szereti az önkénteseket,
Köszönöm szépen azt, hogy támogatták a katasztrófavédelmet. Ez egy nagyon apró figyelmesség a katasztrófa részéről önöknek, viszont el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztak azok az önkéntes tűzoltók, akik most meg használni fogják, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egy meleg készfogást, nem volt semmiben, csak elég. Viszont egy meleg készfogást azért, mert egy 2000 lakosú településre került egy ilyen csodálatos kávé, ami nagyon-nagyon nagy városokban is örülnének neki. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok, és örülök, hogy itt vagytok velük. És akkor tovább folytatnánk. Ámit ennek légy szíves, hogy visszamész. Bírják még? Tartsuk szüzetet, vagy bírjuk még? Bírjuk? Jósítjam? Jósítjam. Rendben vagy. Így van, de most már gyors leszek. Nem tettek róla, sok minden történt Csengeden. Lezajlott új helyen az a BNP találkozó. Mellette párhuzamosan már a sportnap az elmaradt. 25 év után Tibi úgy döntött, Kunszaboti úgy döntött, hogy nem szeretné tovább folytatni. Nagyon nagy tiszteletünk és minden hálánk jövő az elmúlt 25 évet, hogy végig vitte. A Lada DNB találkozó, az, bocsánat, az teljesen a Robi, Csányi Robi vitte a vállán, és a hátán új színfoltként, új helyszínen 76 autóval megrendezésre kerül. Nagyon jól vizsgáztak a Lada DNB, és kértem, hogy ez a park majd mennyire fogja ezt esélyteni, illetve a piacért nem Isten igazából károsodás nem történt, úgyhogy jövőre is vissza szeretnék ide őket engedni. Fúvózzenekarok szabadtéri találkozója került első alkalommal idén megrendezésre, ugyancsak itt a parkban, amit látják. Nagyon nagy sikerrel, bár szeptember végén nagyon hideg volt erre a rendezvényre, és váratlanul érte őket is, de a mazsolettek nagyon jól teljesítettek, illetve a fúvózzenekarok itt voltak, nagyon jól teljesítettek, mint itt a Robiéknak, Csányi Robinak, illetve a szervezőknek, a fúvózzenekaroknál, a cirokházas párnak, illetve azoknak a zenekaroknak, akik itt voltak, nagyon nagy köszönet és hála, és azoknak a csengelejeknek, akik érdeklődtek ezután a rendezvény után, hogy eljöttek és itt voltak velük. Két nagy beruházásunk zajlik most Csengelén, vagy zajlott, az egyik a kóservágó gépővel kezdeném, a Quality Poultry Kft. Elindult, most már egy éve, több mint egy éve működik. Egy dolog, amit szeretnék tisztázni. Sokan mondják nekem, hogy ebből a 100 főből keveset dolgoztak. Az én felelősségem, mint polgármesternek az, hogy ide ez az épület fölálljon, és ezek az emberek ide akarjanak jönni. Az már egy nagyon nagy jóság, hogy csengeleiek szállítsanak be, és csengelei libákat vágjanak. Az, hogy ők mennyit fizetnek, én szóltam még, hogy fizessenek többet, azt mondták erre nekem, hogy semmi probléma, polgármester úr, akkor a fönnmaradó összeget fizessék ki önök. Mert jelenlegi körülmények között a 100 főből úgy tudom, hogy 3-4 csengelei, az összes többi Szegvárról, Tóth-Komlósról, Jászberényből, Csólyosból, Kiskunhajsáról, Kiskunfélegyházáról jár ide hozzá dolgozni, és mindő hajnalban hozzák a buszok. Tehát azt már én az embereket már nem tudom behajtani oda, bár nagyon meg is értem őket, mert azért hatalmas a különbség. Tehát, hogyha elmennek tónom hozzátok a Petter Kft-hez, ott sokkal nagyobb pénzt tudnak keresni, de ha már valaki a kisállat üzletbe akarja megtalálni a boldogulását, akkor itt szerintem egy 150 ezer forintos fizetése van valakinek a legjobb esetben, a tövéssel két hét alatt 200 ezer forintot tud keresni, ezt libatömőktől hallottam. Isten igazából, tehát ha dolgozni akar, keményen dolgozni akar, akkor a libatömésbe hamarabb megtalálja a boldogulását. De ez most ebben a pillanatban működik. Nagyobb pályázatunk lőtt benyújtva, azon a vezető útnak a rendetétele, kiszélesítése, illetve az onnan elvezető út a Kósárvágókéttől a Tanyák felé. Ez 1,8 km hosszan. A pályázatunk nyert, akkor szeretnék róla többet mondani, amikor már a készenlét felé tartunk, tudják, ez a bizonyos tyúk, kotkodálás és a folyás kérdése, akkor beszéljünk róla, amikor majd meg is tudtuk csinálni. A másik nagy vállalkozásunk, ez egy 2,8 milliárdos beruházás, a másik nagy beruházásunk, a beruházás, ami megépült Csengelén, az Euromoliker Kft. Ők közel ugyanilyen összegben 3 milliárd forint környékén traktor
forgalmazó céget, szerelő céget hoznak itt létre, szerelő üzemet hoznak itt létre, és használt kézeket fogra árusítani. Arra jogosítottak föl, az összes többi vagy az ügyvezető teszi közzé, amennyibe szeretnék. Ez a Varga Zoli évféle traktoros cégről van szó, akik Kispelekön voltak, és itt építenek telephelyet. Amire viszont följogosított a Zoli engem, hogy arról beszélhetek, hogy ők is keresnek most alkalmazottakat, értékesítőt, géptakarítót, sofőrt, az értékesítő az románul tudó, ügyintéző, titkárnőt, elektroműszerész, rendszergazdát, portást, a karrier@agropark.hu e-mail címre várják a jelentkezéseket, és oda is lehet most már menni dolgozni. Elképzelhetőleg 19-ben indítani fogják ezt a céget, és működni fog. És a későbbiek során még egyéb elképzeléseik is vannak csengelével, de csak akkor majd, amikor a tojás útra kell. KNH-ban itt jött a segítség, addig nem kész, addig nem történt automata elterjedése csengelén, ameddig a takarék szövetkezet egyértelműen ki nem nyilvánította, hogy ő nem fog többet kinyitni, hisz érzik azt, hogy ha ezt a bankautomatát ide rakjuk, abban a pillanatban azt mondják, hogy az önkormányzat gyilkolta meg. Nem, ők maguk döntöttek így, mi akkor hoztuk ide az automatát, és a KNH-ban akkor állt mellénk egy ilyen automata kihelyezésével, amikor már egyértelműen nem nyitott ki. Itt köszönettel tartozunk Almási Attilának, aki nagy szakértelemben vágta ki azt az ablakot, amit éppen fél évvel előtte raktunk be, mert hogy beférjen az automata a helyére, és becsinálták, és úgy hagytuk, majd lecsörök, úgy hagytuk, hogy ez bármikor kivehető innen az automat, és akkor az ablak visszakerül a helyére. 30% erővel támogatta a Csengelei Sport Egyesület a TAO-s pályázatát a Csengelei Sport Egyesületnek, amelyből ez 460 ezer forint összeg volt, amelyből egy ilyen háló, kettő darab ilyen háló került kialakításra. 12 ezer forintos rezsicsökkentés. Csengelén 280 embert érik, ugye jól tudom lányok. Ez a 280 ember mind bejelentkezett. Én őszintén leszek önökhöz, én most van az a pillanat, amikor nem tudom, hogy Enzi úr átakarod-e az anyagban, csak annyit mondjak el róla, amit én tudok. Annyit tudunk, hogy 12 ezer forintos rezsicsökkentést fog kapni az, aki gázban nem kapta meg. Miért pont fa? Mert fába tudunk gondolkodni. Nem tudom, hogy önök gázban, palackos gázban vagy tartályos gázban tudnak én. Nem tudjuk, hogy hogyan lesz szétosztva, nem tudjuk, hogy hogyan fog önökhez elkerülni. Elvileg nekünk az információ szolgáltatásban van szerepünk, arra, hogy összegyűjtsük önöktől az információt. Teljesen jogosan mondhatják, hogy miért van ennek ilyen nagy farkalja, mi se tudjuk. A nagy politikában is többen mondták azt, hogy szeretnék, hogy ezt a villanyszámlába írják jóvá, ott nem írták jóvá, nem tudjuk, hogy hova fogunk jutni, az biztos, hogy még fájni fog a fejünk. Nincs fölírva, és véletlenül maradt ki, ugyanilyen dolog a furtkutak kérdése. A furtkutak kérdésében is elvileg már jegyzőjóhoz kéne, hogy mindenki sorba álljon, valójában viszont időt kér a szakhatóság is. Ne jelentsék be, én most ezt vállalom, ne jelentsék be ezt, hogy a furtkutjaik vannak. Lesz elvileg halasztás 2020-ig, többet nem tudunk erről mondani. Várakozzanak legyen szíves, akkor amikor többet tudunk, akkor ígérem, hogy is nézek jegyző úrra, megszólóra hozzuk önöket, és akkor onnantól fogva jegyző úr éjjel napot csak a furtutas engedélyeket fogja kiadni, amennyiben ez szükséges, de elvileg december 10-én ebben döntést fog hozni a parlament. Nagy családosok támogatást kaptak Csengelén, ez egy kis, egészen szép minőségi csomag volt, 120 darab nagycsaládos csomag, illetve 64 darab csomag kerül kiosztásra a Csillai. Milyen projektől? Segíts nekem, légy szíves! Te intézted. Ez egy nagyon szép csomag, nagyon szép eltartalommal összerakva. Kint jártunk külföldön, Erinkbe látogatást tettünk, köszönettel tartozunk Varga Árpádnak és kedves feleségének, 24 fővel, saját járművel, aki akart, az kijöhetett velük, üres hely is maradt, hál' Istennek a buszon. Nagyon kedvesen fogadtak, Árpi, nagyon szépen köszönjük a szervezést, nem kevés időd, energiád van abban, hogy ez a német kapcsolat működik, hisz ezt téviszed a válladon, meg téviszed a hátadon ebben a pillanatban, mi ennek inkább csak haszonélvezői vagyunk. A másik kirándulásunk, vagy látogatásunk Novoszlóviába történt, Lengyelországban, oda egy 6 fős delegáció.
gratulálnánk a polgármester úrnak, meg a polgármester úr újra megméletette magát, aki eddig volt, Ádzsai Konzsor, ő nyerte a mostani választást, és a következő 4 évre, ugye Tibi? 4 évre, 5-re újra polgármester, akivel eddig dolgoztunk. Ezt a rendezvényt, vagy ezt a katonaházas pár szervezte, ezt a látogatást, és Vince János szobrát vittük ki. Egy nagyon volumenű rendezvény volt, hisz nem titok, a választások a nagy rendezvény után 2 héttel vagy 2 hónappal következtek be. Mi egy picit olyan protokoll vendégek voltunk, látszottak rajta, hogy nagyon büszkék arra, hogy a magyarok ott vannak velük. Ennek következtében létrejött, nézek rá tolók, létrejött egy kapcsolat, kiderült, hogy 70 éves a vadásztársaságuk, Csengeni fiatal vadásztársággal, hát akkor kimentek tanulni, ők hívták, ők menni akartak, és egy kapcsolat alakult ki az önkormányzattól teljesen függetlenül. Az óvodánál 11 éves probléma oldódott meg, nem mi törtünk ki, egyszerűen egy vállalkozót fogadtunk, a lényeg az, hogy nem tudtak a gyerekek kijárni, és 11 év után egy ajtót nyitottunk erre az oldalra, hogy most már nem kell körbe menni a gyerekeknek innen az utcán, hanem ki tudnak menni a játszótérre. Elkészült Csengerének a hosszú távú rendezési terve, ez eddig nem állt rendelkezésre, ez egy gépedigott anyag volt, most már egy olyan speciális, jól használható anyag készült el, amit a pályázatoknál nagyon jól fognak majd tudni, mind a bírálók, mind pedig mi, aki a pályázatokat benyújtjuk használni. Ez képviselői egyeztetésen ment keresztül, és pályázati pénzből fizettük ki. Nézzek rátok, ugye mindenki megkapta a hivatalos levelet. Én úgy tudom, hogy nem ért egyikőtök se a viszont válaszsal, tehát elfogadta azt, ami benne volt írva, mert október végéig volt a hivatalos visszajelzésnek az ideje, és mindenki át is vette ezt a levelet. Közbiztonság, Csengele. Higgyék el, hogy ezek az emberek, akik itt vannak, Szabó Feri, Magó Peti, Szabó Béci, itt vagy. Nem azért vannak, hogy önöknek rosszat tegyenek. A közösségét eléggé megszállottan dolgoznak, én azt mondom, hogy éjjel-nappal teszik a dolgukat, néha önök úgy érzik, hogy lehet, hogy bántják őket. Higgyék el, semmi más nem csinálnak, csak azokat a szabályokat tartják be, amit a közösség, illetve a különböző törvények előírtak nekik. Nem öncélúan végzik a tevékenységüket. Itt beszélünk Szabó Felinél az örökös kutya problémákról, kint az anyavilágra. Beszélünk itt Petinél a parkolás, szemetelés, közösségi tér használat, amivel ő küzdik benne a falun belül, és nagyon sokszor nem szeretik érte. Illetve MPC, ti vagy a legvégén a sornak, a bírságolással, ti tudod legjobban kezelni ezeket a problémákat. Első mosolyogsz látom rajtad, tehát ez csak így keményed, mert ennek a rendszernek te vagy a csatlanó az ostor végén, a többiek úgy suhoknak, és ti vagy az, aki tud sújtani a törvény szigorával. Nem ott nélkül írtam ide ezt. Ezek az emberek engem meg többször mondták, egy is se jelent, és nézzenek rám, hogy nem tudom, itt vagy, itt van még Szabó Feri, nincs itt, nem is várom el tőlük, nincsen besugórendszer, nem azért ül ott, nem azért járja a tanyavilága, azért járja, hogy rendeljen, és én nem várom el tőlük, nem jönnek be, és nem jelentenek hétről hétre, ha baj van, akkor szólnak, és akkor telefonálnak. Jó dolog, Csengelért Egyesület, most készítés történt, hagyományőrzés címszó alatt itt Kisnándinak, hol vagy, Alexandra, segíts nekem, milyen szőlőt sututunk le? Cserszegi fűszeres. Igen, cserszegi fűszeres, Nándinak az első 100 kilós termését, és a musból látják azért, amikor az idő, a fiatal, de már érdeklődő, és a teljesen, Ági nézek rád, és a teljesen tudatlanul néző próbálja eldönteni, hogy hány fokos a must, fantasztikus volt. Higgyék el, hogy ha kapaszkodunk a múltunkba, és kapaszkodunk a régió dolgokba, azt így lehet megcsinálni, hogy attól az idősektől, és nézek most át, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen pozitívan átáltoztál, hogy azoktól az idősektől tudunk tanulni, akik ebben élték az életüket. Nagyon jó volt a rendezvény, köszönjük, hogy részt vesznek rajta, vagy ott voltatok rajta, és a társadalmat átadjátok. Csengelén az óvoda teljesen átalakult, szeptember 1-től óvoda és bölcsöde külön-külön kerüljön. Ennek azon kívül, hogy külön
külön szakemberi gárdával kell rendelkeznie. Itt egy nagy döntést tudott újra a Csengeleközség képviselőtestületének hoznia, amelyben két lehetőség volt. Vagy azt mondja, 3 éve pályázunk, 2-szer dobták vissza a pályázatunkat, amiben 11,6 millió forintot kértünk, ezt nem kaptuk meg, ezért úgy döntött Csengele képviselőtestülete, hogy a bölcsete kérdés az kardinális kérdés, 10.400.000 forintot saját büdzséjéből rászánt erre, hogy alakítsuk ki a bölcsödét, és szeptember 1-től, ahogy a törvény megköveteli, alakítsuk el ki a bölcsödét, és indítsuk el a bölcsödét. És éviket itt adnánk neked két szót, hogy merre vagy. Hogy a kolléganőket mutasd már be, de tényleg két szóban, mert látszik rajta, hogy mindenki fáradt, és hogy ki az, akik a bölcsiseimre vigyázz. Tehát az intézményünk több célú intézményként működik, két óvoda, egy csoporttal és egy mini bölcsödével. A mini bölcsödének a szakmai vezetője, Atrani Marika. Talán Barka Éva, kisgyermeknevelő, ő nem tud most itt jelen lenni. Ő 4 órában alkalmazott, és Dajka néni a bölcsödében Helmut Dorfné Marika. Tehát ők fognak most már a bölcsiseinkre vigyázni. Annyit kell tudni róla, hogy a 7 gyerek mosolya az mindent megér, úgy hiszem, és mellénk is állt a szerencse, is meg sok minden. 2 napja nyert a pályázatunk, 11,6 millió forintot nyertünk. Tehát most már az egyik leggyorsabban kivitelezett magyarországi pályázat lesz, hisz már készen van, annyi, hogy elkövetve számolunk, és ezt meg is engedték, és még az idei évben ezt a bölcsödét át is fogjuk adni. 5+2 gyerekre működhet, jelenleg is 7 gyerek van benne, ennél többet nem lehet belekedni, mert nem kerülhet bele, jelenleg ingyenesen működik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az önkormányzat megfelelő szintű finanszírozást kap rá, és nem fizetünk rá úgymond, mert nem kötelező tevékenységünk a bölcsőde működtetése, akkor ezen hagyjuk, hogyha nem elegendő rá a pénz, akkor ezt a szülők tudják, hogy akkor valamennyi díjat majd fizetni kell, de ez mindenhol valahol 3 és 500 forint között mozog, bármerre megyünk a világba. Ezek az eszközök és a játékok már ebből kerültek beszerzésre. Létrejött a Csengeléért Egyesület, Kürtös Kalács napot tartottak az óvodában, köszönettel tartozunk a Kürtös Kalácsosnak, ingyen és bérmentve hozta ezt a kedves gesztust ide Csengelére. Hát a Csengele tető, meg a Csengeleháznak a teteje megadta magát, nem a bulik miatt, egy picit sokat látott már a tetőcserét, illetve a tetőszerkezet. Ennek meg is volt a végeredménye, nagy esőkben eléggé sok víz került a házon belőle. Úgy néz ki, hogy most teljes saját erős beruházással valamennyire kiavítottuk az összefolyásokat, és most már nem folyik be a házba a víz, bár nem is tudtuk kipróbálni, mert 2 hónapja nem esett az eső. A cserép nagyon rossz állapotban van, tehát előbb tudok gondolkodni kell rajta majd, hogy ennek a háznak a tetőszerkezetét hogyan tudjuk majd a későbbiek során megújítani. Csengelt anyagvilágában fénygyújt 13 helyen, 4,5 milliós támogatással, 500.000 forint önerővel, olyan csomópontokon, ahol például a Fetter Kft-nél, ahol veszélyes csomópont van, napelemes lámpák kerültek felszerelésre, 64 méter van a két sötét sáv szélessége között, közlekedési szempontból volt fontos, nyert a pályázatunk, örülünk neki. Úgy hiszem, hogy jó dolog az, hogyha az ember tudja, amikor biciklizik hazafelé, hogy a busz megállónál, ha megáll, akkor legalább ott egy fényes hely van, a biztonság érzetét tudja növelni. Nem mindig sikerül minden pályázatunk, Zárkert, Véke utca, a Topalpálya két végén lévő utcát szerettük volna felújítani. Higgyék el, nagyon sok háttérmunka van a projektesek részéről, ezeket az utcákat szerettük volna rendbe rakni, ez a pályázatunk nem nyert, sajnálatos módon, legközelebb újra megpróbáljuk. Működik az ebédkiszállítás Csengelén. Minden évben elmondom, 2 autón folyamatosan járja, az egyik a tanyavilágot, a másik a faluba szállítja ki az ebédet. Mindig elmondom, nem tudom, hogy meddig fogják ezt megengedni, hogy mi a 10 óraid és az uzsonnál olyan szülőknek, akik elvileg nem rászorulóak, azoknak kifizessük. Amikor ezt a törvény megtiltja, akkor onnantól fogva nem fizethetjük ki. Ez az 5,5. Jelenleg minden csengelei gyerek 10 óraid és uzsonnát ingyenesen kap. Annak, akinek a szülőjének olyan bevétele van, ami papíron van, az elvileg nem kaphatna, mert az jó módonak minősíti az állam. Én viszont azt
gyereknek legyen uzsonnája és 10 órája. Ez az összeg jelenleg 5,5 millió forint évente. Ezt most fogadta el a képviselőtestület az utolsó pár hónapra, 1 millió 700 ezer forintra emelték a kezüket, amit úgy hiszem, hogy tudni kell azoknak a szülőknek, akiknek ezt az összeget nem kell befizetni a gyerekeknek az étkezésért. Ameddig fönn tudjuk, fönn tartjuk. Kiülő saját beruházásból kerül megvásárlásra. Azt mondtam, hogy addig, ameddig a kiülőt nagyon nem rongálják a szülők, nem, tehát a gyerekek nem veszik tönkre. Most egy szép nagy szív van belevésre, de belefér, mert előbb-utóbb majd az belefér, az legyen új, csak ne törjék össze, hogyha összetörik, meg itt van kuka is természetesen, hogy ráneveli a gyerekeinket, hogy kukát használjanak. Amennyiben összetörik, hogy nem megfelelően használják, akkor azt ígértem, hogy beviszik az önkormányzathoz, és akkor mi használjuk ott. Hál' Istennek még nem tört össze, tehát arra még nem betemült senki sem. Öte garázs. Nyertes pályázatunk van benne. A következő pályázat, vagy a következő garázs kerül most megépítésre. December 31-éig, hisz ezeknek az eszközöknek, ezeknek valahol állniuk kell. Ez a pályázatunk nyert, így ugyanilyen garázs fog majd felépítésre kerülni. Új dolgolatot vásároltunk, saját beruházás keretében, ez egy orosz technika, nehéz, erős, mint a tajba medvéjel, innentől fogva tudunk vele utat javítani, havat húzni, illetve azt a sarat vagy homokot szépen eltakarítani. És akkor egy kicsit kedvesebb részekre mennék el. Köszönettel tartozunk Takács Zsoltinak, aki megkapogtatott hozzám, én se hittem, hogy ilyen emlékmű fog épülni Csengelén, első világháborús emlékmű, egy nagyon szép átadó műsorral történt ennek az emlékműnek a fölavatása idén. Nagyon nagy köszönet érte Jani bácsinak, aki ott volt és segítkezett bennem, hogy ez a lép, vagyis ez a nagyon szép első világháborús emlékmű fölállhasson, ott lehessen, úgy hiszem, hogy egy nagyon szép gesztus az első világháborúban meghaltakért, azok, akik életüket adták azért, mert azt mondták nekik, hogy ezt kell tenniük. Mindig felteszem Rózsás Ferit, aki deszkről nagyon sok rózsát ad nekünk, idén is megteszi és pótolja a rózsáinkat, bár el kell, ővel most nagyon sokat beszélgettem, hogy a Csengelei rózsákon el kell gondolkodnunk, mert nagyon sok tönkrevet, és látszik rajta, hogy ezt a nagyon nagy melegöt, úgy, ahogy a tujapályaink nem bírják, ugye a rózsájaink sem bírják ezt a több hónapon keresztül tartó 40 fok környéki hőmérsékletet és szárazságot. Lehet, hogy egy más irányt kell majd a közösség vagy a közszépítésével kapcsolatban bennünk a későbbiek során. Egy kis Csengelet. Gyurkovics Robi. Kormányhivatalban tartott előadást, Hollywoodról, Csengeléről Hollywoodba című címmel, több százalon hallgatták végig. Amiben azt mondtál, nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy tavaly már elmondtam, hogy a Kincsen című filmben azt hiszem, hogy öt ló volt az, aki a Kincsen lovat játszotta, ebből kettő Csengelei legelt, és ezt a Csengelei levegőt szívta. Na most erről beszélt, hogy hogyan lehet Csengelei lovakat nevelni, és ilyen fantasztikus lovat létrehozni. Közébe tettem Levinek a fényképét, azt hiszem, hogy ez a Csengelére kívülről néha, mi nem érezzük, de így csodálkoznak ránk a körülöttünk lévők, hogy mennyi minden történik és mennyi fantasztikus dolog van. Egyébként a Csengeleháznál készült ez a fénykép, és az őszi betakarítással kapcsolatos tevékenységeket gyakorolták, ha történik az obodásaink. A Baba Mama Klub nagyon szépen működik Csengelén, illetve ezt jelenlén ő a Virág Sanyiék megkérdezték tőlem egy biciklizés akkor reggel, hogy mi a terv ezzel a kifolyóval itt a sarkon. Mondom, vizet már nem fogunk beletenni biztos, azt mondták, akkor beültetnék virággal. Tehát ilyen egyszerűen is tud szépülni Csengele, hogy fogja magát és virággal beülteti. Egyébként a Sanyiéknak nagyon köszönjük azt a nagyon sok csengelei tejből részt megsütött túrós lepény, amivel megrendeztett napról napra bennünket. Attila, köszönjük szépen neked a gyümölcszentelést, nagyon szép volt. Egy nagyon szép hagyomány, úgy hiszem, hogy nagyon hosszú időn keresztül még fönn kell majd tartanunk. Ez is Csengele. Robi, csodálatos három kerekű csodálatos szerkezete, aminek végig figyeltük, hogy hogyan jön létre, és hogyan javítja föl. Jani nagyon nagy, hát nagyon jó, hogy a kapitány úr elment innen, mert ezért nagyon nem dicsértek meg ezért a fölborított traktorért. Csengelélő természetesen bejelentette valaki a rendőrségre, rögtön kiírtak a helyszínelők, majd utána égő hívta föl, hogy ki volt az agyverő, aki az agyban ment, aki fölborított egy traktort, mert hogy őket kiküldték helyszínelőni és megnézni, hogy halálos baleset történt. Senkinek nem tűnt föl, hogy nincsen benne motor.
de nem baj, keresték a pilótát, akik belevonult az árokba. Köszönjük szépen neki. A csengelei falunapok nagyon szépen lezajlottak, nagyon szép színpultjá válik most már a traktoros erőhúzó verseny, ami egyre jobban növi ki magát, természetesen az mellett a hatalmas többi műsorszám mellett, ami évek óta fönntartja magát. Többször bicikliztek a csengeleiek az egészségük megóvása érdekében, illetve újra a vadásztársaságot kell megemlítenem, akik ez a Mórapárkhoz vezető út is szándékosan azt a fényképet raktam be, amikor még ilyen gyógúj van. A módjuk van rá, kistelek felé mennek, nézzék meg, hogy milyen szép most. Köszönet a csengelei vadásztársaságnak, és köszönet Kormányos Iminek azért, hogy időt, energiát szánt rá, és gépi kapacitást szánt arra, hogy ez az út, ez megújuljon, illetve köszönet a csengelei vadásztársaságnak. Ha bemennek és megnézik a Mórapárk környékét, nagyon szépen rendben van tartva. Tórom, köszönjük szépen, hogy ott vagytok, füvet vágtok, és tényleg egy olyan helyet alakítatok ki, ahonnan tudtok menni vadászni, illetve ha csengelejek kimennek, akkor büszkén mondhatják azt, hogy ez csengelei terület, és ez egy védett terület, és ez csak a csengelei vadászokra köszönhető. Ez is csengele, csengeleház, idősek. Azt hiszem, hogy ez a két magáért beszél, 93 éves, segíts nekem légy szíves, hogy így jelenti? Csőkemon, ugye? Csőkemon. 93 éves, kevés az a hely a falunak, hogy a Magyarországnak, ahol már éjszaka valaki kimegy egy faluba nyáron, akkor énekszót fog hallani. A régi dalok őrzői ott vannak folyamatosan, életet visznek a házba, megünnepelnek minden névnapot, születésnapot, naplementét, napfölkeltét. És ez az a rendezvény volt, amikor még táncra is perdültek. Szerintem az átlag életkor, nézek rátok, valahol 70 év fölött van, ugye? Le a kalappal előttet, hogy nem hagyjátok magatokat, életet visztek a házba, Isten tartsa meg benneteket még ott nagyon sokáig, és nagyon sokáig hallatszódjon ki az életeket. Fától erőt merítettek a csengelei biciklisták, illetve kínai vendégeink voltak Csengelén. Furcsa volt, hogy beszélgetni az ő kisvárosukba 6 millióan laknak. És furcsa volt, hogy elmondták, hogy Csengelén a 2000 lakosú település az önállók mekkora és milyen problémákat fejteget. A tóraid megkérdezték, ami nyáron rekedtek benne a BKK, hogy ebben mi a tervünk. Mondtuk, hogy nem, ezek maradnak. És utána a fiam mondta nekik, hogy látták a gombócot szaladgálni a kutyákat, és mondta neki, nem az ég ígyják, hogy ez macsora lesz. Eznek a neve gombóc, nem a végeredmény a gombóc. Mondták, hogy igen, ők köszöni szépen megveszik a kutyát is. Na ez nem, ez csengelei kutya. Csengelén vadásztársaság tartott megyei közgyűlést, köszönjük szépen a szervezéseteket, Csengele támadkonferenciát tartottak, illetve Antos Pisti, nagyon szépen köszönjük neked, hogy Nyíregyházára eljutottak a csengelei sportolók. Mondanál volna két szót, csak ott a fölállsz, hogy mi történt és mit jártatok, az olimpián, diák olimpián voltak ki. Nekem az a problémám,
hiszem, hogy ez a 6-700 fő, aki aznap megfordult Csengelén, vagy a Csengereháznál, az, és csak Csengeleinek, az magáért beszélt ez a rendezvény. Úgyhogy én kérnék mindenkit, hogy aki éhes, aki nem éhes, a módja van rá, jöjjön el, beszélgessen, hogyha van rá módja, akkor egy kis pálinkát, bort, vagy bármit, amit föl tud ajánlani a közösségnek, nem én nekem, a közösségnek, azt hozza el magával. Ha majd még bírják energiával, akkor kivetítem, hogy mi az, amit megöttünk azon a napon, és mennyi felajánlás volt itt az egy birkától kezdve, ugye Zsuzsi, az egy komplet birkától kezdve, a több száz süteményen keresztül, ugye Peti? Azon kívül még nagyon-nagyon sok minden bejött. Isten igazából vizet, szódát és pár alapételt adtunk, az összes többit a csengelejek hordták össze és hozták össze, és szerintem nem is érezték magukat nagyon rosszul. A baby boom folytatódott Csengelén, újra ment el tőlünk most a helytínre a nézett baba áldás felé. Az ő helyüket pótolni kellett, Túlcsán Dóri kerülkel, Dóri Lájáv fölé szíves, ő került a Csengele községek kormányzatához. Így van. Kis Alexander a másik, aki bekerült Csengele községek kormányzatához. Ő a projekthez került, a Dóri a szociális ügyekhez, illetve ennek a háznak a föntartásához, illetve a Szarka Kovács Csilla, ő pedig a pénzügyre került. Egészen a lányokról tudni, hogy mindnyájan közünk a program keretében vannak, tehát Csengele község önkormányzatának költségvetését nem terheli az itt létük. Mondanák azt, hogy napunk, akkor azért pici pénzén ilyet járnak dolgozni. Megbeszéltük velük, hogy azért, mert tanulás van, azért, mert tapasztalatszerzés van, azért jönnek el dolgozni, és ezt a jövőjükbe fektetik ebbe a pillanatba, mert azt, hogy itt vannak nálunk. Egy kis csoda még Csengelén, Jamie Olivier, fiatalok, tudjátok, nem tudom, ki az, aki tudja Jamie Olivier kicsoda, ő egy eléggé nagy szájú séf, a világ a lábainál hever, meg a konyhájánál hever, a csengelei beszállítója van paradicsomokra, a Csányi Vörös Csilla az, aki ezeket a nagyon szép paradicsomokat szállítja neki Budapestre, és ott az ő éttermeivel ezt a nagyon szép paradicsomokat elfogyasztják. 10 éves volt a csengeleinformáció.hu, Visi, ott fönt van, most is ott van a kamera mellett, nézni már légy szíves, és egy tapsot azért megérdemelnek, mert csinálhatok a munkájára. Köszönjük szépen, azért tudnak annyi információt, Ági a másik oldalon, ő is dolgozik, illetve Katona Attila, illetve Forgó Gyuszi, akik a hátukon viszik ezt a honlapot, illetve az információknak a szolgáltatását önök felé. Megünnepeltünk királyának a születésnapját, nagyon egyszerűen történt, 1854-ben született az első csengelei kislány, aki ide jött hozzánk, teljesen fölajánlásos volt a rendezvény, a fekete jég fölajánlásból kisbobának, én ezt nem tudom, hogy hogyan gondolták, hoztak egy kis facalpörköttet, ez csőbölet, ez van, nem tudom, hogy hogy érezte magát a kisboba, biztos légszületett, ők úgy gondolták, hogy ebben járulnak hozzá a baba látogatóhoz, és szívtuk, hogy jöjjenek el. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy csengeleiek vagyunk, és nem csengeleiek. A faszerkezete az egészségháznak darabonként tett a gyárt a Szegeden, mindegyikben rá volt írva egy szám, és az, hogy Csengele. Nagy valószínűség, aki ezt a faanyagot összeállította, az vagy járt már Csöngölén, vagy tudta, hogy a Csöngölét Csöngölének mondják, mert volt egyetlen egy olyan faszerkezet, amire úgy írták rá a több száz közül, hogy Csöngöle. Én lefényképeztem, mert ebből is látszik, hogy most már a külsősök is tudják, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a múltunkra. Ha Dínyi, akkor Becsei Tibi. Dolog volt, hogy ő elkezdte árusítani és csengelejeknek eladni a dinnyét. Ez egy kerek dolog, higgyék el, a pénz itt maradt helyben, és ilyen pici gyerekeknek a fölnevelésére fordítódik az önök által Becsei Tibinek odafizetett pénz, illetve a másik oldalon higgyék el, hogy sokkal jobb érzéssel adja oda az ember, ami terméket előállít, hogyha a csengeleinek tudja odaadni. És még ilyen csoda is született Csengelén, az Ildikó készített nekünk tökre egy csengelei zászlót. Akkor most a vége felé tartunk. Csengele, Kemence. Egy év múlta tekint vissza. Október 1-én volt egy éves. Úgy hiszem, hogy nagyon jól működik az én elképzelésem és az én elveim szerint. Meleget terem, kenyér sül benne, amiért nagyon szépen köszönjük Rényi Lacinak, hogy mindig nagyon sok kenyeret sül benne, hisz kenyeret tagaszt és kenyeret sül benne. De föl se szeretném azt a rengeteg embert, aki használta már a kemencét,
és a belőle kijött nagyon finom ennivalókkal megörvendeztette és közelebb hozta a csengerejeget egymáshoz. Kisült Csengere első augusztus 18-ai kenyere, mert akkor született király Anna is, 20-án sütünk kenyeretben 18-án, ezt évrehajtja megszentelten állunk, illetve levest is főzött velük. Minden rendezvényünkön itt van, és teljes egészében a keresztény gondolatiság szerint működik, történik ennek a háznak a működtetése. Két ember viszi a hátán ezt a házat, az egyik a kerékgyártó Laci, ott úgy hívják, hogy bűzomigazgató úr, ez ráragadt ez a dicső dolog. Néha jó, ezt higgyék el, néha nem jó, amikor hajnalban még ott vannak. A másik pedig a Fekete Gyöngyi, aki viszont a konyhával és a konyhával kapcsolatos dolgokat viszi. Amit odaírtam, hogy a kemence melege a hit és a közösség ereje. Ezt nagyon komolyan is gondolom, hiszen régen is a kemence, a feleség, a kenyérsütés az volt a központi helye a háznak. Ez a kemencés házunk, ez úgy néz ki, hogy ezt a célt most elérte. Amennyiben használják és jónak találják, akkor működni fog. A hely adott, csak csengerejeknek van nyitva. Amennyiben nem használják, akkor rácsukjuk a kaput és ott záródik be. Ez a dolog. És akkor nagyon gyorsan végigmennék a gondolatokon, amiket úgy földobnak nekem, és higgyék el, hogy most már gyors össze. Fejemhez látták azt, hogy eltapsoljuk a falu vagyonát, hogy eltapsolom, bocsánat, a falunak a vagyonát. Összehasonlításképpen mondanám el, nagyon kevés föllépő vendéget hívunk az összes többi vendéghez képest, és vagy összes többi faluhoz képest. Egy föllépő vendég valahol az 5-200 ezer és a 5-200 ezer 1 millió forint között jön. Ha végig gondolják, ennek a töredékét fordítjuk rá egy ilyen rendezvényre. Amikor látják, hogy itt ebben a házban élet van és működés van, az nagyon sokszor egyesületek, közösségek is használják, bérbeadás nincsen, ők használják, és ezért látják, hogy folyamatosan működik a ház, de igen, Csengere község önkormányzata is segítséget nyújt, alapsegítséget nyújt a nagyon sok felajánlás mellé, hogy ez a ház működni tudjon. Véleményem szerint nem tapsoljuk el a vagyonunkat, egyszerűen csak közösséget próbálok építeni. Miért nagyon sok WC építés Csengerén? 20 évig jó volt, ezután is jó lesz, vagy jó, ezután is jó lesz, így. Én csak egyszerű kérdésem van, ha van valakinek feleséged, van valakinek lánya, akkor gondolja végig, hogy a 21. században miért építünk olyan WC-t, amiben van fűtés, és az önkormányzatnál nem kell kimenni a ház háta mögé. Azt hiszem, hogy ez nem lehet kérdés. Akinek ez kérdés, az lehet, hogy hagyunk még olyan WC-t, amit tud használni kint, csak abban már nem hagyjuk bele a víz. Igen, polgármesteri hivatal nyílászáró cseréje, nagyon szépek voltak a nyílászárók, rajta mércöttük ki, azért tudott kiszedni, szépen elraktuk. Egy másik pályázat, másik házba be fogjuk építeni, ami nem projektes finanszírozású, de ezeket a nyílászárókat, három rétegű nyílászárókra ki kellett cserélni. Mi is láttuk, hogy jó állapotúak, csak az az üreg, ami benne volt, az már nem volt alkalmas a mostani előírásoknak a betartására. Én sem örömmel és boldogan szedtem ki. Orvosi rendelőn mértem két orvosos, 900 darab kártyának kellett volna lennie, nem volt meg, ez miatt egy orvosra kellett kialakítanunk, egy kicsit nagyon sikerült kialakítani, a kettes számú orvosi rendelő, vagy a második fázisban van, a Varga doktor úr féle orvosi rendelőnek a felújítása, javítása, várjuk az orvos. És arra készülünk, és azért rakjuk rönkbe azt a házat, hogy a későbbiek során használható legyen. Piacnál húzatkérdés, kérem fogadják el, először az átadás van, utána a működés van, amin én minden tartunk, és majd utána tudunk fejleszteni. Most gondolják el, hogy itt vannak a szakhatóságok, és már elkezdjük befóliázni, meg berakni téglával, meg bármilyen változtatást hajtjuk végre, higgyék el, legyőzték érte a fejünket. Egy, kettő, amikor pályázatot számolunk el, nem csak a nem megvalósított dolgokról kell elszámolni a pályázatba, hanem azt is, amit pluszot hajtunk végre, jelenleg az átadás fázisában van a piaszterünk, és nem tudunk rajta még változtatni. A piaci szabályok szigorúak azért, hogy ez hosszú távon tudjon működni, ez a piac, illetve az önkormányzatnál lesznek bizonyos változások az átjárással kapcsolatosak. Ezért nem fognak szeretni bennünket, nem fogják se a kollégáimat szeretni, se a jelzőkat, de valamilyen szinten egy picit helyet töltöttünk. Erre most pályázati segítséget kaptunk, nagyon szigorú szabályok vannak, adatvédelmi szabályok vannak, amiben tiltják azt, hogy ha önökről bármilyen adat vagy papír lent van az asztalon, az bárki meg tudja nézni. Tehát valamilyen szinten egy picit majd
azok keret, olyan keretek közé kell szorítani az önkormányzatokat, hogy legyenek fogadóórák, hogy valamikor a szociális intézőhez mennek el. Nem egyik pillanatra másikra, de afelé kell, hogy tartsuk, hogy a nap 8 órájában, 7-től péntekig nem fognak tudni bírni, vagy minden alkalommal ügyet intézni. A másik oldalon önök is ne felejtsék el, hogy olyan, mintha önök paprikát szednének, vagy éppen paradicsomot szednének, ha mindig csöng a telefon és kikövönni a folyosó vagy a fólia végére, akkor nem haladnak a paradicsom szedéssel, és a másik oldalon azért nagyon sok plusz papírmunka és plusz követelmény van feléjük, amit úgy tudnak időre megcsinálni, hogyha igenis egy óra-hosszára vagy kettőre hosszára szépen úgy magukba roskadnak és teszik a dolgukat. Nem egyik pillanatra a másikra, de az átalakításnak ez is majd egy belejárója, először próbáljuk valamilyen keretek közé szorítani. Én most mondanám mindenkinek kedden, mindig meg fognak tudni találkozni velem, mert biciklivel össze-vissza szaladgálok a faluba, de az esetek nagy többségében úgy fogom alakítani, hogy kedden 9 órától 11 óráig mindig lesz fogadóórám, és pontosan ki lesz írva, és próbálok mindig ott tartózkodni, de egyébként bármikor a 7-2 napján keresenek meg, csak akkor lesz, amikor biztos, hogy ott vagyok, az összes többibe a falunak a dolgait próbálom intézni. Kameraosztopunk, nem tudom, hogy tud-e róla valaki, elütésre kerül, ez egy jó poén volt, az volt a hivatalos álláspont, hogy lehet, hogy elkerült Csengeléről és a fénytolvajok lopták el. Nem az történt, egyszerűen a hótoló ütött el, kétszerével ezt a képezadó jegyző úr visszakereste a kamerafölvétel, kikérte magának közútkezelő ezt, hogy ők ütötték el, majd utána, aki kint volt ellenőrizni, pont az fölismerte magát az autó, mert a kamerafölvétel, ahogy neki megy a hótoló, és kicsapja az oszlopot, és mondta, hogy ja, az én vagyok, mentsük már le neki, egyébként elismerik és a fölönbe rakják az oszlopot. Csak ennyi történt, és azért nincsen a falu szélén az oszlop, nem lopás történt. Top pályázatok, 100%-osan volt a 100%-os volt a támogatottságú. A 100%-os támogatottságú gondolják csak végig, kimennek, megnézik a táblákat, gondolják végig, hogy 27%-i az égett a világon semmit nem kapunk. Ez azért fontos, mert a vállalkozók visszakapják a 27% árfát, mi nem kapjuk vissza. Tehát minden egyes Csengelyre jövő 100 millió forintból mi valóságos fejlesztés, áfa nélküli fejlesztés, amiért tényleg csavar, beton, aszfalt, bármit adnak nekünk, az 27 millió forinttal kevesebb. Így kell gazdálkodni, illetve azok a számok még a műszaki tervezési díjat, illetve a projektmenedzsmentnek a díját tartalmazzák, amire néha jönök azt mondanák, hogy a nyugodtan menjünk, hogy a projektmenedzsment az egy fölösleges dolog, így éppen ők számolják el. Illetve a 10-27%-os jelentős áremelkedés, ami két év alatt bekövetkezett. Falu működése, árus, volt vele egy problémánk, higgyék el, az árusokkal mindig problémánk van, az árusokkal mindig problémánk van, abban fenyegetőzött, hogy el fognak innen Csengelyre menni, de azért sose felejtsük el, hogy szemetet vegyek maguk után, takarítani kell, fenntartási költségek vannak, villanyvételezésük van, és Isten igazániból nem fizetnek, ugye? Jól tudom, Gibi. Tehát se helyi adót nem fizetnek, se használati díjakat nem fizetnek, és akkor azzal fenyegetőznek nekünk, hogy hónap után nem fognak jönni. Tisztázunk valamit, ezek az emberek és ezek az árusok saját pénzügyi jólétük miatt jönnek ide, és amíg önök elviszik a pénzüket és elköltik náluk, ők jönni fognak. Csak az úgy nem járja, hogy eljövünk, nem teszünk semmit a faluért, semmit az égett a világon, és még osztjuk az észt, és még azt sem akarjuk meghallgatni, amit mondunk neki. Az viszont nem járja a véleményem szerint, de most már úgy néz ki, hogy a viszonyunk az normalizálódni fog. Igen, fűvágásról már beszéltem, probléma lesz vele, a 4000 forintos éves fűvágási díja nem fog tudni beleférni. Önök is érzik, hogy se a benzin, se a munkadíjében nem fér bele, kevesen vannak, ezt végig kell gondolnunk majd. Vállalkozót keresünk, aki ezt fölvállalná későbbiek során, az biztos, hogy újra kell gondolnunk, és azok, akik tényleg rászorulóak, azoknak segíteni, de az összes többiek ebből ki fognak kerülni a későbbiek során. Mellékutakról beszéltem. Igen, mellékúton járni kell, használni kell, csak a használat az nem jelent rongálást. Tehát azt mindig, azt kérem mindenki figyeljen oda rá, hogy az, hogy használjuk az utat, az nem azt jelenti, hogy széttapossuk, vagy éppen úgy használjuk, hogy a későbbiek során más ne tudjon rajta járni, vagy ha nehogy Isten úgy kell használnunk, akkor meg egy tololappal, vagy egy gerendával, vagy bármit végighúzunk rajta, és már valamit javult is, és a szomszéd is végigbír utána a későbbiek során menni. Erdőfelhatárosokat
örökös problémánk az, hogy az erdő kinőtt. Amikor kinől az erdő, az az önkormányzat problémája, mert az utaknak, az autóknak az oldalán csapkodja a baj. Ha ki vagyunk fát vágni, akkor abban a pillanatban az erdő tulajdonos jelentkezik, hogy lopjuk a fáját. Tehát nagyon furcsa, hogy addig, ameddig le kéne az erdő szélén vágni a fát, addig nem erdő tulajdonos, abban a pillanatban, amikor hozzányúlunk, akkor meg erdő tulajdonos. Több ilyen problémán vagyok már túl, higgyék el, egyszerűen vannak olyan útraik, amik használhatatlanok, ezt több önkormányzattal útról kistelefénél is úgy oldották meg, hogy rendeletben írták elő, hogy minden erdő tulajdonos az erdei szélén köteles saját erdejének a kisétát részét rendbe tenni. Ezt még mi nem döntjük meg, de előbb-utóbb majd gondolkodunk rajta, hisz 167 km mellékútról van szó, nem fogjuk tudni rendbe tartani. Igen, Kis-Római-Sanyi út átadásra került 2008 helyett 2018-ban. Ennek az a szépsége, vagy az a jósága, hogy kikerült Csengele község fönnhatósága alól, innentől fogva a közútkezelőnek a tulajdonában és fönnhatóságában van. Az Ady Endre utcát bejelentettük az idén, nyári táborozóhelyet berajzoltuk, rendbe raktuk, az óvodát berajzoltuk, rendbe raktuk. Közösségi a média használatáról annyit szeretnék mondani, hogy nagyon vigyázva használjuk, hisz lehetnek rajta olyan fényképek, vagy lehetnek rajta olyan dolgok, ami más embernek lehet, hogy kényelmetlen. Ha fölrakjuk, akkor mindig nagyon-nagyon gondoljuk végig. Én is nagyon használom a Facebookot, tudják, hogy nagyon sok fényképet készítek, de nagyon-nagyon végig gondolom, és önökkel az esetek 99%-ában most is szoktam önöknek mondani, akivel találkoztam, hogy most föl fogok majd rakni fényképet, akiről csak utóértem, az mindig megkérdeztem, és mindenki hozzájárul. Vigyázzanak vele, figyeljenek oda rá, nagyon nagy problémákat tud okozni, én is nagyon figyelek rá. Volt olyan, aki megkérte, hogy vegyem le az őrből a fölrakott fényképet, fölraktam, nem volt vele az élet a világon semmi probléma, de szöttem nem haragszok meg érte. Lehetünk a következőre. Motorosok, falusiak, nagyon jó ízőt küzdöttek vele, úgy hiszem, hogy most már egy rendőrségi ügy, nézek rá, részét, majd rendbe rakjátok őket, ám most csönd van. Motocross, véleményem szerint a motocrossos pályára való, és nem az utcára, vagy éppen a járdára hajnali kettőkor. Tudom, hogy eléggé elmérgesedtek, tehát volt már itt ilyen terv is, hogy motorosokat lépnek a járdáról, vagy a járdán, ők fő voltak lázadva. A telefonomon most már van decibel mérő, meg tudom mondani pontosan, hogy melyik az a motor, amelyik sérti a jogszabályokat, és melyik az, amelyik nem. De nem azért feladatom, hogy a motoros megfogjam, azt majd vécét ki fogjátok majd rendbe rakni, vagy ti fogod majd rendbe rakni a későbbiek során. A konyháról beszéltem a kiadó ablakról, Kiskomarsa felé egy járat szabadult föl, nagyon finoman kezeljük, jegyző úr elküldte az anyagokat a DAF felé, amiben kérjük, hogy talán lehetne Kiskunmajsa felé és Kiskunféleháza felé buszjáratot indítani. Azért félnek és azért félben nyúlok ehhez a kérdéshez hozzá, mert egyszer már elindult, vagy utána nem használták a csengereiek, akkor megállt, és nem járt tovább. Na most az a probléma, hogyha beindítják és elveszi a vonatjárattól az embereket, majd a vonatot is megszüntetik, egy hónap múlva megszünteti a DAF, akkor itt állunk olyan szolgáltatás nélkül, ami elvinne bennünket. Tehát nagyon finoman és csöndesen nyúlunk ehhez a kérdéshez hozzá, mert a kis Zsuzsi vonat, ami jár, az is úgy jár, hogy csak Csengeléig jár, úgy tudom, és innen megy vissza Kiskunfélegyházára, és jó volna ezt a későbbiek során nem elveszíteni. Pisti ezért nagyon harcoltam, emlékszem annak idején, de nem sikerült benne a vasúttal, hogy sűrűben járjon, nem sikerült benne döntést hozni. Igen. Az öltöző, nincs itt Tibi, az öltözőhöz egy jelentősebb támogatást, több 10 millió forintot rúgó támogatást szeretne kérni. Van egy nagyobb traumos beruházása, jelenleg önkormányzatok úgy döntött, hogy ehhez ezt az összegöt, ezt a 30%-os erőt nem biztosítja. Azon oknál fogva, hogy nagyon komoly beruházásaink vannak, látni fogják majd a számokat, aki megvárja és kíváncsi rá, hogy valójában milyen számok mozognak ebben a pillanatban. Addig, amíg a falusi beruházások véget nem érnek, és ki nem derül, hogy pontosan mi mennyibe kerül, mert hogy képesek olyan gyorsan változni az árak, hogy havi szinten 500 forintot emelkedik a rezsióraért jelenleg. Ameddig be nem fejeződött, addig egy ilyen nagyba dévágjuk bele a fejszénket, hisz a saját lényeket föl a későbbiek során bevezetik.
lakosságszámú, most már látszik, hogy biztos, hogy 2000 fő alá fog menni. Ennek az lesz a problémája, hogy megszűnik az önállóságunk, nagyon sok, tehát 20-szerre csak közösen tudunk együtt élni, illetve lesznek olyan pályázatok, ami miatt ezektől el fogunk a később ilyen során esni. Kutyákat, tanyasiak, nem tudom, vannak-e, ha mód van rá, akkor kerítésre belül tartsák, hiszen kiszalad a 60 kilós, 50-60 kilós kutya, akkor nem rád gondolok, kedves, mert én mindig azért szoktál, hogy vagy bocsánat, hogy kedvesnek neveznek, hogy mindig azért szoktál, hogy a kóborkutyákkal kezdjünk valamit, az a másik nagy problémája Csengelének, nem bűzi őket elhajkurázni Csengeléről. Próbálják meg a tanyasiak házad belül tartani ezeket a kutyákat. Karácsonyi koncert nem lesz, és ez a Zoliéknek a döntése, ezt tavaly közölték velem. Most mondtam, hogy ők mondják már önöknek, ne én. Újévi koncertet csinálnak helyettek, azt mondták, hogy a karácsonyi koncertben látszik rajta, hogy annyira fölforgatják a családoknak az életét, hogy egy kicsit nyugodtabb időszakra tennék át januárra, amikor ugyanolyan színvonalú minőségű koncertet csinálnak. Bemondom őszintén, én sok hatásként ért, nagyon nehezen szeretek régi, jól működő dolgokat megszüntetni. Ők így döntöttek, én nekem egy dolgom volt elfogadni, és most én úgy szerettem volna, hogy ők közöljen, de nem értek rá, itt lennék holnap fúvózzenekari rendezvényünk közt tiszteleket. Tolmácsolom, át fogják tönni, semmi probléma nincsen, célszerűségi okok miatt szüntették most meg. És a legutolsó választások 2010, vagy bocsánat, 2019. A 2019-re mindenki azt várná, hogy ilyenkor egy polgármester, hogyha indulni akar a választásokon, akkor egy ilyen megengedő, jó szándékú, jó kopáskodó emberré válik. Most szeretném mondani, az utolsó év kezdete előtt, nem kívánok ilyennél lenni. Majd akkor eldöntődik, de ugyanilyen szigorra és ugyanilyen pénzügyi hozzá vagy odafigyeléssel szeretném ezt a következő évet is végigcsinálni, és úgy lezárni ezt az elmúlt 5 évet, hogy olyan kondíciókkal és olyan pénzügyi háttérrel lezárni ezt az 5 évet, és átadni a kör másnak, hogy ugyanúgy tudjon gazdálkodni, és ugyanúgy tudjon tovább élni, mint ahogy mi csinálunk. Ez a képviselő testület jelenleg a saját maga összehajtott pénzeiből és lehetőségeiből fejleszti Csengelét, és hozza létre ezt a rengeteg, úgy hiszem, építkezést és fejlődést, amit néha önök, néha sokak és szinte bolondnak éreznek, hogy ilyen gyorsan fejlődünk, hogy gyorsan akarunk fejlődni. Higgyék el, ennek van most az ideje, erre van most lehetőségünk, és megvan rá pénzügyi hátterünk is úgy, hogy ne menjünk tönkre. Arra nagyon fogunk ügyelni, és a képviselőtestület is nagyon ügyel rá, hogy ebből ne legyenek későbbiek során problémák. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Még mielőtt tovább szaladnak, következő diánk, Lépjági. Nagy tisztelettel várjuk Önöket Nyertyúgyújtásra József Attila térre, november 2, december 9, december 16, december 23-a. Jöjjenek el! Együtt kívjuk! Akkor ezt legésőbb mindenki. Azért most azért tetszik, hogy figyelnek. Az 53. diánál tartunk, 2,5 óránál tartunk, és figyelnek, felfelelnek önök előtt, nagyon jó bírják, nagyon kellemes karácsonyi ezeket, és békében eltöltött ünnepeket kívánnék mindenkinek, lépjünk a következőre. És most van az a pillanat, amikor ezt nem tudom, hogy fölhagyja, hogy kíváncsiak erre. Elmondják gyorsan, látják? Csengelejétet kapja. 40 kg pacal, 10 kg körömmel főhúzva, Horváth Peti, 8 csülök, Eddik Józsi, 35 kg csirkecom, kormányosodni, vadásztársaság, Kődi Csabi 2 zsák krumpi, Lényi Laci 50 kg disznópaprikás, Régi Dalot őrzői tólasosok, Dr. Barga Szabolcs 20 liter krumpis tarhonyag, Árvai Kálmán közfogival 160 liter gulyásleves, püstölcsülök, Magony Jóci, egy birka, jó elkésztek vele, de hál' Istennek, mert mindenki a későn érkezőknek is jutott belőle kóstoló, 30 kg kenyér, forrálőr, 40 kg zúza, 450 szánc, 15 kg disznóhús szekűszerezve, amit a Varga Árpi és Lantos István sütött meg nekünk, 10 kg hasábúrgonya, 60 rántott szelet, ami törkölyági készítette nekünk, 20 csirkevel, ami édesanyám csirkéje is írtak nagyon, 20 kg debrecen, amit ugyancsak Varga Árpi és Lantos Pisti készítette nekünk, és ajánlottak föl,
13 tepsét kelt karácsonyi Tokaj Józsi ajánlott föl, közel 1000 darab süteményért be erre a rendezvényre, amiből Van Gogh-Petiék és Van Gogh-Petiék, az édesanyjáék 200 darabot álltak, csengeletesség adott 13 liter citromlevet, egy karton cukrot, 20 liter forradból, amit fölhúztak, bocsánat, hogy így mondom, teával 50 literre, hogy ne üssön annyira, Nándi ajánlotta föl a 20 liter bort, édesanyám meg előállította ezt a nevűt. A húhozzenekar mazsora 6 kg csirke mellett 10 kg zöldséggel összekavarva alkoholt nem adtunk, mindenki maga hozott, és ez a mennyiségű étel úgy elfogyott, hogy minden lábos és minden bográs tisztára volt gyalva. Na most ez a mennyiség, ez szerintem egy 6-700 főnél keveset. Ha visszaosztják, akkor ha mindenki 30-40 dekádért megölni, és akkor már jó ízű dölött, akkor is 6-700 embernek körülött megfordulni a rendezvényet. Le a kalapfa a csengelejek előtt, hogy ennyi mindent felajánlottak, és ennyi mindent odahasztak, és egy ilyen fantasztikus rendezvényt meg tudunk csinálni. Véleményem szerint ezt inkább támogatni kell, és mosolyogva mellé állni, mint támadni, hisz ezek az emberek idejüket, energiájukat, pénzüket adták ezért a rendezvényekért, és csak annyit kértek cserébe, hogy aki oda megy hozzájuk, az mosolyogjon, amikor elfogyasztja, vagy elviszi tőlük azt az ételt, amit ő elkészített, és jó szándékkal oda. Ági, van még ilyen? Tűzoltóautó? Igen, itt a nevét mindig kirakom, itt vannak a számok. Na ez az, ami nagyon üt. Összességében 443 millió forint pályázati összeg jött Csengelére. Önerőben vállaltunk 34 millió forintot, 460 ezer forintot. Ebben benne van két olyan pályázat, még amit nem valósítottunk meg, de emellé már most 45 millió forintot hozzá kellett rakni. Na ezért van szükség arra, hogy saját pénzünk legyen. Magyarországon 2300 önkormányzat van 2000 lakos alatt, és ebből 178-nak van saját vagyona. Az összes többinek nincs meg az a pénze, amivel tudja ezeket a fejlesztéseket csinálni. Két lehetőség van, pusztaszer visszaadta a pályázatot, a 60 milliós pályázat már nem tudta megvalósítani, Csengele nekiindult, és hozzárakja, és nincsen szüksége hitelre. Vannak olyan önkormányzatok, akik inkább újra az eladósodás útjára indulnak el, és 40-50 milliós tételbe veszik fel a pénzt. Mi nem veszünk föl hitelt, és azon törjük magunkat, hogy úgy adjuk tovább, ahogyan megkaptuk. És látják a számokat, ezeknek az építkezéseknek ez van a hátra. És itt vannak a... menjél vissza, légy szíves? Itt vannak azok a plusz összegek, amit rá kellett szállni. Tehát az EU Komplex hozzá 20%-ot kellett rátenni pluszba, a Berlinnél 25%-ot kellett hozzátenni, az energetikánál 16%-ot kellett hozzátenni. Az energetika önkormányzat fejlesztésénél az első kiírásunkra nem jött jelentkező. Kiírtuk azon a pénzen, amit kaptunk rá. Nem érkezett rá közbeszerzésre jelentkező. Majd azt mondta önkormányzatunk, hogy szépen csendben, hát ha valaki még olyan bátor, hogy még nem elég vállalni az utolsó három hónapba, akkor egy picit lehet, hogy többet hajlandó vagyunk neki fizetni. És akkor már jött rá jelentkező. De akkor se nagy sebbelomba, mert hogy most mindenki építkezik. És amikor mindenki építkezik, akkor kapkodási fölár van, vagy kapkodási bolondéria van. És ezt kérdezik, hogy lássák és kérdezzék, hogy nem mennek olyan egyszerűen a dolgok. Egyszerűen ezeket a dolgokat a lehetőség, hogy föl akarjuk építeni, és azt akarjuk, hogy utána hosszú-hosszú éveken keresztül önöket szolgálja. De a számokat látják, hogy közel 1,5 milliárd forintnyi támogatási összeg fog idejönni a 6 milliárdos működő tőke mellé, ami a két nagyjárral itt van nálunk Csengelén. És akkor Józsi, te akarsz egy percet kérni, ugye? Ezek a projekteknek a rövid leírását ezt már nem mondanám el, és ameddig Józsi mond még önöknek két szót, addig gondolkodjanak azon, hogy mi az, amit szeretnének még megkérdezni tőlem, amire még most tudok válaszolni. Tudom, hogy mindenki fáradt, de nem tud. Istenem, Isten az Atyám, ha jövőre kevesebb dolog történik, akkor kevesebbet fogok beszélni. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Több mint 2,5 órája várok erre a két percre. Én nem tudok olyan röviden, hogy a polgármester úr. Ezért szeretnék
és tudunk mutatni pár olyan dolgot, amivel szerintem könnyebb az életük, és ezt a kiépített rendszert viszont jobban fel tudjuk tartani közösen. Ezért szeretném őket kérni arra, hogy fognak kapni kiadványokat is, postaládányokat, hogy azt is olvassák át, mert én szerintem eléggé jó dolgok lesznek benne, és lesz egy gyerekek részére is egy programes, és lesz a felnőttek gazdák részére is egy programes, ami a vízgazdálkodással kapcsolatos lesz. Úgyhogy kérem szépen, aki tud majd jönni el. Visszadom a polgármesterünknek, amikor van, de azzal, hogy kb. 2 perc van neki. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És akkor kérdés. Mi az, ami fölkerül az ötébe, és nem esett róla a szó? Hallgatok, igen. Jó, segíts nekem, hogy milyen kötelezettségeink vannak ezzel kapcsolatosan. Bevallom őszintén, nagyon sok munkálat állt a mögött. Ebben benne van az, hogy merre felé terjeszkedjen a csengele, milyen ipari területek kerüljenek kialakításra. Bevallom őszintén, hogy jó, segíts nekem, hogy milyen kötelezettségeink vannak ezzel kapcsolatosan, hogy mit kell megtennünk. A képviselő testülettel való egyeztetés biztos, hogy lezajlott. Engedelmével, az, ha van még ebben, az, vagy van még rajta,